A vajdasági magyarság számára az egyik legfontosabb törvénycsomag a bíróság és ügyészségi hálózatról szóló új törvény. Úgy tűnik, hogy a szavazónapig nem fog semmi sem változni az eredeti törvényjavaslathoz képest, vagyis a magyarok által jelentősebb számban lakott községek közül Óbecsén és Zentán áll vissza az alapfokú bíróság. Az a módosítás indítványaink, amely arra irányultak, hogy Temerinben maradjon meg bírósági egység, és ne úgy integrálódjon Temerin az újvidéki alapfokú bírósághoz, hogy ne maradjon bírósági egysége. Az a módosítás indítványunk, hogy Kanizsán maradjon bírósági egység, és ne úgy tartozon Kanizsa Zentához, hogy nem lesz bírósági egység, illetve az a módosítás indítványunk, hogy Topolyán önálló bíróság legyen. Ezek nem nyerték el a minisztérium, illetve a miniszter támogatását. Ha minden így marad, akkor a VMS nem támogatja majd a törvényjavaslatot, mivel a párt szerint logikailag ez annak a folyamatnak a folytatása, amely 2008-ban indult, és amely azt eredményezte, hogy 104 községi bíróság szűnt meg és vált bírósági egységgé. Most pedig azzal folytatódik, hogy a bírósági egységeknek a fele megszűnik, és csak egy részükből lesz alapfokú bíróság. Az új törvénnyel továbbra is semmibe veszik például a Topolyai Bíróság 150 éves hagyományát, és azt, hogy több nyelvű községről van szó. Pre reforme pravosuđa 2008. i 2009. godine u opštinskom sudu u Bačkoj Topoli je bilo sistematizovano 7 sudijskih mesta. Bačka Topola ima 33.300 stanovnika, a zajedno sa opštinom Mali Iđoš područje osnovnog suda u Bačkoj Topoli bi obuhvatilo područje sa 45.350 stanovnika. A törvénycsomagról hétfőn és kedden vitáznak a parlamentben. Szavazás várhatóan szerdán délelőtt lesz. Az új törvény 2014. január 1-től lép hatályba.